Datainak jó, át is tudja venni. Büntető! Ennél nagyobb sanszot támadás vezetésből sem lehet elképzelni már a Veszprém számára. Kis Remi Bázi, vezet a Veszprém. Jaj. Ott van az egyenlítés Szabó révén. Nagy lehetőség, megfordítja a részeredményt a Nyíregyháza. Rodriguez. Hölgyeim és uraim, Rodriguez João találatával 2-1-re vezet a Nyíregyháza. Nem nagyon éreztem azt, hogy hazai pálya lett volna. Egy dologból éreztem azt a hazai szurkolók, hogy mellettünk voltak, de több dologból nem nagyon érezte ezt az ember, sőt, teljesen a másik oldalát éreztem, illetve látták ezt mindannyian. A sok kiagyott helyzet megbosszulta magát, amit az első fél időben megbeszéltünk, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hogy az ellenfél kapusa. Gagyi a mai mérkőzésen, ő volt az MVP, ő volt a mérkőzés legjobbja. Szenzációsan védett talpon, négyszer tudtuk belerúgni a labdát, ahelyett csak elpasszolgattuk volna mellette, de ez az ő érdemeiből semmit nem volt, már csak azért sem, mert elvitték innen 3 pontot neki köszönhetően. Egy jó mérkőzés volt, én úgy gondolom, hogy legalább az X-et megérdemeltük volna, de készülünk a következő találkozóra, mert mindjárt itt van, és már nincs arra időnk, hogy lógassuk a fejünket. A mérkőzés előtt mondtam a játékosoknak is a taktikai megbeszélésen, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, nagyon sok néző jár ki a meccsükre, azt is kalkulálják bele, illetve hogy nőjünk fel a feladathoz, és legyen egy ne véletlen felsőházas csapat legyünk, hanem egy olyan csapat legyünk, aki megérdemli a felsőházat, és ennek eleget is tesz. Tehát ez volt az első számú célunk, hogy minden egyes meccsen úgy jöjjünk le, hogy mindent beleadtak, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Na, ez a mai meccsen tényleg mindent beleadtunk, főleg védekezésbe, ez a támadásaink rovására ment, de a 3 pont a lényeg mostantól minden egyes meccsen, és örülünk, hogy ezt a meccset meg tudtuk nyerni.